Most egyébként 81-szeres a szorzója Tecván győzelmének. Ja, kis szotyi pénzt rá kell tolni, ki tudja, még hát, ha van valami csoda. Tudod, az a szép, hogy ilyenkor az ember te se reménytelennek gondolja meg, hát az úgyse jön be, meg hogy le... Micsoda különbség két legkel csak Gerinek, és utólag, hogyha ez bejönne, akkor... Na de hát csak így lehet nagyokat nyerni, de most... Nem mindenki olyan profi, hogy rárakjon 1,1-es ocra, igaz? Ha jól emlékszem. De 1,05-ös volt, és pont Geri Anderson volt, aki elvitte, ha jól emlékszem, igen. Egy 10-es, 10 000 és 1,05-ös szorzó. Hát mondom, itt leközvetítjük, hogy korsósört rögtön nyerek vele. Elment ezzel szemben, mennyi korsó? Még a jobb fajtából is 20. Igen. Szóval a speakereket nem fejeztem be. Vannak négyen, Kirk Bevins, Paul Hinks, Strasbourg és George Noble, és őket folyamatosan rotálják, mind tornánként is rotálják, és mind pedig így ugye, napok között is. Ezek a meccsek amúgy is olyan hosszúak, hogy nagyjából még azt is lehetne, hogy meccsen belül cserélni, de azt általában nem szokták, tehát ugyanazzal a speakerrel mennek végig a meccsek. Én nem tudom, Seres Bede ír rendszeresen nekem, én nem tudom, miből van a fejem, már elnézést, ő azonnal írja, hogy Hogan ellen ment el, az 1,05-ös. Ja, igen, igen, igen. Hát már emlékezetes volt, és ő emlékszik rá. Én már csak arra emlékeztem, hogy elvitte. De valóban, amikor Paul Hogan kiverte a UK Openről. És addig minden, akkor a papírformák jöttek addig. Igen. Hát ott Hogan borította a papírformát, arra emlékszem. Szenzációsan jól játszott. Na, két legkel Gary Andersonnak, és ő lesz Ujovic ellenfele a döntőben holnap este. Ha csak valami elképesztő csoda nem történik itt. De jól kezd minden esetet, de Cván. 180! Gary Anderson sem kezd rosszul. Jézus, 14. 180-as a Gary Andersonnak, csak ezen a meccsen kipattan, de Cván nyila. Szegény. Hát ilyenkor már, igen, ilyenkor már a szegény embert, szegény kobrát az ág is húzza. Még egy. 180! De milyen kár, hogy nem kezdett 180-nal. Ez kész ez a pali, nagyon, nagyon nagyot játszik Gary Anderson. 105,98, bocsánat, 106,63 most már a 180 után. És azért 180! Tényleg tripla. Szegény tripla 20-as, 10 nyílas, ugye? Nem. 11. 11, bocs. 11. Igaz. 41-jel kezdett, ugye 141 lett volna a 280-nal. De 41-et az első körbe dobta, és utána 180-180-100. Tehát gyakorlatilag 460-ról szállt ki 9 nyillal Gary Anderson. Micsoda átlag, és lehetséges, hogy a torna legjobb átlagát fogja produkálni Gary Anderson, hogyha ezt tudja tartani. Ilyenkor mondják azt, ugye, hogy miért vannak ők egy ágon. Mert ez lehetett volna akár a döntő is, és színvonalában mindenképpen egy szenzációs meccs. Jeffrey Detzván ezzel a 100 fölötti átlaggal azért szerintem ott a másik ágon mind Menzult, mind Peter Wrightot elkalapálhatta volna. És ilyenkor lehet... mondjuk azt, hogy Detzvánt a Premier League-be. Azt várjuk ki egy kicsit, azért van még egy pár torna addig. Ő most ugye múltkor számolgattunk, jól emlékszem, most az elődöntő. 180! Hihetetlen mennyi. 16, ugye 16 leget nyert, 27. legben vagyunk, és 15-180-at dobott Gary Anderson. És pillanatokon belül eljuthatunk, a meccs nyílik, bár ez nem kiszálló. A következő három, már várjuk, Decván, hát ott van a 25-ös, hát azt azért csak megdobja. Meg is van. Akkor a következő leg lehet. 16-11. Főleg most így, hogy Gary kezd, főleg így. 95. Úgyhogy most még itt szorgalmas munka vár Decvánra, hiszen most csak az 50. hely környékére fog feljönni a világranglistán ezzel a 30 000 fonttal.
Szektor tévesztett Gary Anderson, sőt kétszer egymás után. Ó, ez ritka pillanat, igen. 30 csak. És megint megjött a légy, ott röpköd. Százas. Flying fly. És Gary-é szintén százas. Tud-e még valami nagyot dobni Decván? Hát ezért nagy kár, harmadik nyílért. Jobban járt volna, ha maradt fönt a tripla 20 felé. Százas. Hát jön a tripla. Nincs kiszálló, úgyhogy Decvánnak kéne egy 140 vagy egy 180, mert az szépen levinné. A 96 is jó, igen, megvan, 160, így kiszállója van. Na de most Gary Anderson egy nagyon jó kiszállót hát tud összefabrikálni magának. Most ugye még egy tripla 20-szal. 96-ja van, muszáj oda dobnia, de nem, inkább még az 54-et is inkább szívesebben választotta volna. Na nézzük 160-ra, megvan az első tripla, az fölötte. És így te biztos, hogy Gary Anderson a győzelemért dob a dupla 20-ra majd. Ne, ó, és egy egyese kezd, nem dob rá. Hihetetlen, hogy mit rontott el Gary Anderson, és Decvánnak itt az esélye 16-12-re módosítson. Sikeresen elkiabáltam. Na nézzük két dupla nyíl, 20-ra. Még a harmad... Bedobja! 16-12. És lehet 16-13 is, mert hogy Decván kezd. 29 flag Jeffrey to throw first. Game on. Egy triplával kezd. Mennyivel kezd viszont Gary? Ő is egy triplával. Eddig még hozható Decvánnak. Nagyon jó kezdés. Levált 19-esre, és ott a tripla 3-as dob. Az hiba. Most nézd meg, és Gary Anderson is dob egy egyest. 121 lesz belőle bizony. Fogalmam sincsen ki volt, de biztos valami hozzátartozó. Ezért is kár. Ezért nem jött pont. Csak egy tripla, és ráadásul egy egyest is dobott. És ha most dob egy 140-et Gary Anderson, akkor nagy bajban van Decván. Már pedig megdobja. Most egy hatalmas kerekítő kell, legalább egy 140-180 kéne Jeffreynek, nem jön. De és még csak a búra rádob így. Kiszálló ugyan, de a legnagyobb. És megvan a tripla. Az is megvan! Mesnyíl! És pont elmaradna a rendező, hihetetlen, hogy erre nem készültek rá. Ezért nem dobta be a meccsnyilat, Gary, hogy hát azért legyen már meg. Hogy legyen meg a 170 mondjuk. Ó! A betyárja. Na és akkor itt 3 meccsnyila van Gary Andersonnak. Ebből egy elment. A második megvan. Szujovic ellenfele Gary Anderson lesz holnap este a Blackpooli döntőben. Decván előtt pedig emeljük meg a kalapunkat, abszolút, mert amit az a 22 esztendős holland fiatalember produkált ezen a tornán, az tényleg szenzációs. Szinte 1000%, hogy látni fogjuk a VB-n, mert a Pro Tour ranglistáról ott is felemelték 32-re a résztvevőknek a számát, akik bejutnak a világbajnokságra, tehát azért ott, ha ősszel jól hozza a formáját Jeffrey Decván, akkor 1000%, hogy találkozunk vele a VB-n. Mindenesetre én is tényleg megemelem a kalapom, véget ért ugyanez ez a menetelése, de egy szenzációs játékot mutatott be, és egy hatalmas jövő áll előtte, és 22 éves, ne felejtsük el továbbra sem ezt a tényt, nagyon nagy karrier előtt áll, főleg, hogyha ezt a játékot stabilizálni tudja, amivel eljutott idáig. Hát kedves nézők, ezzel befejeződött a mai program, a mai közvetítés. Egyetlen egy mérkőzés van hátra, az viszont a legfontosabb mérkőzés. Erre holnap este kerül sor, úgyhogy holnap este 8 órától várjuk ismételten önöket a képernyők elé. Köszönjük az interaktivitásukat, köszönjük, hogy néztek a közvetítésünket. Mindenkinek jó éjszakát kívánunk, vagy további kellemes televíziózást. Lajosnak köszönjük, hogy velünk tartott ismét, és ugyanezt teszi holnap is. Viszontlátásra. Én köszönöm a lehetőséget, jó éjszakát!